nem fogunk asztaloskodni, hanem inkább bútorfestésről fogunk beszélgetni, mert hogy az elmúlt években ez egy nagyon nagy trend volt, és nagyon érdekes, izgalmas dolgokat lehet így otthon kreatívkodni, úgyhogy érkezik is a bútorfestéshez egy szakértőnk, Szendrődi Enikő, hobbi bútorfestő, a Nem is kacat látvány műhelytől, úgyhogy ő lesz az első vendégünk, és fogunk is asztalt festeni. Szia! Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. És miért fogunk mi asztalt festeni? Mit keres itt ez a fejére állított asztal itt a másik asztalon? Igen, ez most nem látszik a másik oldala, de ez egy ilyen kis retro néven futó kis asztalka, amit nagyon olcsón egyébként meg lehet vásárolni. Hát most úgy is lomtalanítás lesz mindenhol, gondolom tavasszal az szokott lenni. Igen, igen, és hát nagyon sok embernek egyébként otthon is megtalálható ez a típusú bútor. Ilyen kacat, ami nem is kacat. Pontosan. Hát ide rakunk, oda rakunk, és nem szeretnénk látni igazán. Igen, tehát én úgy gondolom, hogy ez valóban nem kacat, mert lehet, hogy így, ahogy van, nem néz ki olyan szépen, meg nem annyira stílusos, és lehet, hogy éppen kidobnánk, mert nem illik a mai modern környezetünkben. Viszont egy apró kis átalakítással, én úgy szoktam mondani, hogy felfrissítéssel, tehát hogy itt nem barkácsolunk, nem fúrunk, faragunk, hanem csak egy nagyon egyszerű átfestéssel, egy igazán új életet tudunk neki adni, és akkor az úgy illeszkedhet az otthoni modern környezetünkben. De nevezzük nevén a gyereket, itt ugye nem egy ilyen nagyon komoly munkálatról van szó, olyan szempontból, hogy nem fogjuk lecsiszolni az asztalt, nem fogjuk előkészíteni a festésre, mert talán ez az, ami elriaszthatja az embert attól, hogy otthon ilyesmibe vágjon. Csiszolni annyira jó és hangulatos dolog, amikor az ember 3 órán keresztül csiszolgat, tehát igen, ha meg lehet spórolni, azt szerintem mindenki megspórolja. Mert ugye itt krétafestékkel fogunk festeni, ami egy egészen különleges anyag, erről mesélsz egy kicsit nekünk, légy szíves. Igen, én azért szerettem bele a krétafestéket, mert tényleg megadja azt a szabadságot, hogy nem kell nem órákat, hanem heteket, hónapokat sokszor eltölteni azzal, mire előkészítjük a bútort. Én azt szoktam mondani, hogy ugye a bútor felújításnak, ha mondjuk a 100%-nak vesszük, akkor körülbelül 80%-a az, amikor előkészíted, szerkezetileg megnézed, hogy rendben van-e, csiszolgatod, javítgatod, mindent megcsinálsz, és akkor 20% az a jó rész, amikor még festhetsz. Igen, a főzésnél a hámozás, az aprítás. És én azt a 20%-ot szeretem igazából, és azt a 80-at annyira nem. Igen, az a mosogatás. Én ezért örültem ennek a krétafestéknek, hogy úristen, ilyen létezik a világon, hogy ezt a 80%-ot ezt így meg lehet spórolni, vagy legalábbis bizonyos részeket és bizonyos bútoroknál meg lehet spórolni. És lehet kezdeni a jó résszel, a festéssel. Igen, mutasd meg nekünk, légy szíves, hogy néz ki ez a dolog. Igen, és akkor közben beszélgessünk még erről, hogy bármilyen felületre lehet-e ezt a festéket használni. Igen, tehát akár lakkozott felület. Igen, ez egy lakkozott felület, és az asztalnak a lapja, amit majd később fogunk látni, az pedig egy ilyen nagyon fényes műgyantás felület. Ez biztos ismeritek. Én le van most így ragasztva? Csak hogy persze, hát mutasd. Ez a felület, én ilyen bútorok között nőttem fel. Igen, tehát, hogy ez szerintem a mi generációnk. És annyiban egy kicsit csaltam, hogy muszáj volt egy icipicit előkészíteni, mert voltak rajta ilyen minimális sérülések, ezeket egy ilyen 2x10 perces munkával megcsináltam. Tehát kitöltötted egy kis kitöltőanyaggal. Kitöltöttem, igen, kis fatapasszal. Ugye nem baj, hogy fehér, mert színre fogom festeni, tehát ez nem fog látszódni, és áttisztogattam a felületet, úgyhogy ennyi történt vele, illetve megterveztem otthon azért a mintát, hogy így milyenre fogom festeni. Azért, igen, tehát nem csak festeni fogsz, akkor ezt most már látom, hanem ennél egy sokkal igen, tehát az a sok idő egyébként, amíg az ember úgy nézegeti a bútort otthon, hogy akkor úgy milyen is legyen, meg, de ez is egy jó, ez a jó rész, tehát hogy ezt azért szeretjük. És akkor ezzel így, ezzel eltöltöttem egy kis időt, hogy megterveztem, és maszkoló szalaggal simán leragasztottam, és akkor úgy gondoltam, hogy egy kis részt, mert hogy azért ennek a jó kis mintája van, és egy olyan színt hoztam, amihez úgy gondolom, hogy illeni fog ez az eredeti szín. Jaj, de jó. És hogy lássuk is, hogy milyen volt eredetileg, azt a kis sarkot, azt meg fogom tartani. Jó, de azért most ezt én észreveszem, szemfüles vagyok, hogy itt mégis mattabb a felület, tehát valamennyi csiszolás azért történt. Igen, átsimogat. Mert hogy ezek miatt muszáj volt egy kicsit, úgyhogy átsimogattam egy ilyen nagyon finom, tehát nem is
Hát egy ilyen csiszoló szivacsnak hívom, átsimogattam vele a felületet ilyen módon, és akkor egy picit megkarcolódott. Kicsit kirántott. Igen, nem szeretem én se annyira, és akkor utána megtisztítottam a felületet. Én nagyon szeretem használni a Denaturals ezt egyébként a bútorfelületek tisztítására közvetlenül festés előtt, mert nagyon gyorsan elillan, tehát ha vízzel tisztítunk egy bútort, akkor ott ugye meg kell várni, igen, hogy ez is száradjon meg, igen, tehát vízes bútort nem festünk, viszont az alkoholt azt lehet használni. És mégse egy durva vegyszert használ az ember. Te ismered egyébként, mert olyan jó tapintása lesz ezeknek a bútoroknak. Egyből a fakanalakat hogy... magadhoz vetted. Sok színes fakanál, egyből ott van érzem magam. Egy ilyen sejmes textúrát ad. Meg ugye ebben az a jó, hogy ezek nem különösebben, tehát ez nem, ha jól tudom, nem nincsenek tele mindenféle kemikáliával, ez egy természetes festék. Abszolút gyerekbarát természetes anyag, nem büdös, nagyon gyorsan szárad, vizes bázisú, tehát tényleg otthoni környezetben, egy ilyen környezetben, nappaliba szépen leterítesz valamit, kihúzod a bútort, lefested első rétegbe, közben megfőzöd az ebédet, elmész a gyerekére az oviba, második réteg, és akkor a nap végére igazából készen vagy. Az nagyon fontos, hogy a krétafestéket zárjuk, tehát festünk és viaszolunk, lágy bútorviaszt használunk a zárásra. Tehát nem a dobozt zárd vissza, hanem igen. A dobozt is visszazárjuk, de a festéket is, magát a festett felületet is zárjuk. Egyenlőre ezt itt lezárnánk mi a dolgot, de hát folytatjuk, mert hogy készül ez az asztal. Igen, az a lényeg, hogy mindenképpen maradjanak végig az egész adás alatt velünk, mert hogy az adás végére el fog készülni ez az asztal, és majd meglátjuk, hogy ez a design, ez a színekkel együtt hogyan mutat majd. Meg kell, hogy mondjam, hogy nekem ez az egyik, bocsánat, nem beszéltük ezt meg, de ez az egyik kedvenc színem. Igen. Ez a kék, nem szabad este lefekvésére túl sokat nézni, az biztos a kék színén. De ez nem fény. Ne keverd a szezont a fazonnal. Ezt el kell nektek mondjam, hogy a bútorfestés is lehet egy nagyon jó stresszoldó tevékenység. Mert hogy szereted csinálni. Igen. De aki nem szereti, és aki úgy gondolja magáról, hogy nekem egyáltalán nincs kreativitásom, és van bátorság ahhoz, hogy ezt elkezdje, az is rájön közben. Hogy hát ugye szerintem minden olyan tevékenység, ami egy ilyen erős koncentrációt igényel, mötölni kell vele, és kreativitás és igen, van benne, teremtesz valamit, az olyan jó kizökkentő dolog. Igen. A kertbe is azért molyolunk, mert ott is. Én is azért vagyok folyton a konyhában, azért tegyük hozzá. Igen, tehát hogy ez abszolút jó, még meg ezek a kis színezők is. Tehát, hogy igen, én azt gondolom, hogy te már nem szereted a lábakat festegetni, a lábakat, úgyhogy kérlek segítsetek nekem, meg kellene fordítani, én fogom, jó, megfordítom, és akkor szedjétek ki, igen, alulra, az egész asztal. Az egész asztalt vegyük ki. Asztalt, ja, mert hogy ez egy asztal önmagában is. Igen, akkor ezt kirakjuk ide a kollégáknak. Ezt így megfordítom, és akkor most a tetején fogok meg az oldalán dolgozni. Jó, igazából két... megszabadultunk, nagyon jó, akkor mi végre festhetünk. Adj, jöjjek vissza! Na igen, két réteg van a lábán, és az most úgy elég nekem, most szárad. Nekem még van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy úgy örülök neki, hogy egy ilyen modern asztalt hoztál, mert szerintem úgy elterjedt már az, hogy ezek a festékek az ilyen provanci házak, meg a mindenféle angol, vidéki bútorokat lehet, rustikus vintage bútorokat, de hogy igen, nem csak azokra jó, nem, ugye? Nem csak, igen, pontosan, tehát hogy ez egy ilyen sztereotípia, ami a krétafesték körül elterjedt, de természetesen nem, tehát hogy bármilyen felületet lehet festeni. Nyilván sokkal könnyebb ezt a rustikus nézetet létrehozni a krétafestéken, mert nagyon könnyen csiszolható, de tulajdonképpen bármilyen felület festhető, tehát teljesen mindegy, hogy milyen stílusban gondolkodunk. Jó, innen folytatjuk, kíváncsian várjuk a fejleményeket. És akkor én már megkaptam, mert én ezt lekirálykékeztem, és még nem tudtam, dehogy királykék, ez névi kék? Oxford névi a színneve. Tehát a tengerészetnek. Igen. Hát gyönyörű, egyébként tényleg gyönyörű színe van. Vége felé járok. Akkor lesz izgalmas, hogyha amikor ezt lehúzzuk. Igen. Én abban szeretnék részt venni. Nagyon izgulok. Van ezek a satisfying videók, ahol én miért nézni ilyeneket, ez abszolút ez. Jó, akkor jövünk vissza. Itt az adás alatt átalakult ez a kis asztal, és én nagyon várom, hogy lehúzhassuk ezeket a csíkokat, és meglássuk. Ez azért nagyon jó, mert éppen lakásfelújításban vagyok. Na, tessék! Hát, ha valami kreatív ötletet ellesek. Egyet átadunk neked, egy szalagot, tessék. Egy szalagot. Itt megkezdtem, és akkor itt így szépen óvatosan, ha húzod, akkor... Jaj, igen, itt, te is izgulsz. Itt ugrik a majom, hogy ne folyjon be, igen, a festék. Jól maszkoltam, minden okés lesz. És akkor itt kanyarodjak tovább? Igen, ez így jön. Aha, tök jó.
Igen, ott egy kicsit aláfolyt. De nem olyan, hogy nem veszünk észre ilyesmit. Amikor van ilyen picike kis aláfolyt, és ezt lehet javítani? Nagyon nehezen, de lehet. Egy kis precíz kis... Na jó van, ti húzigáljátok le. Ez gyönyörű. Na azért volt benne egy kis keresztes ildikon végére.